Elsőként Ukrajnába látogatunk a ma reggelben. Ukrajna a legszegényebb európai országok között található, legalábbis egy friss felmérés szerint. A legszűkölködőbb európai országok listáján az ukrán államot csak Moldova előzte meg, ahol 105 dollár a minimálbér, míg Ukrajnában ez 120 dollár. A rossz megélhetés miatt már 9 millióra tehető azoknak az ukránoknak a száma, akik külföldön kényszerülnek munkát vállalni. A rendszerváltozás idején a gazdasági elemzők a volt szovjet tagköztársaságok közül a legtöbb reményt Ukrajnához fűzték. Joggal, hiszen a két tengerrel rendelkező szénben, ásványi kincsekben és kiváló minőségű fekete földben gazdag országban minden adott volt ahhoz, hogy Európa élmezőnyéhez tartozzon. A 90-es évek elején azonban valami rossz irányba fordult. A piacgazdaság nem úgy kezdett el fejlődni, mint az máshol szokott. Jött a szabadrablás, a maffia, majd később az oligarchák korszaka, 10 évente pedig a mély szegénység, a korrupció és az egyhelyben topogás miatt forradalmak törtek ki az országban. Erre rátett egy lapáttal a háború is, hiszen 2014-ben 6,6%-kal, 2015-ben pedig további közel 10%-kal zsugorodott az ukrán hazai össztermék. Az esés csak 2016-ban állt meg, és a GDP 2%-kal nőtt. A kijevi kormány idén már 3%-os GDP emelkedésre számít. Ha azt kell vizsgálni, hogy mihez képest 3% az emelkedés, akkor ahhoz tudni kell, hogy 2013-hoz képest a 2016-os mutató Ukrajnában az mínusz 51%-os visszaesést jelent. Tehát ez a 3%-os növekedés, ez azt jelenteni, hogyha ezt folyamatosan lehetne tartani, hogy 2041-re érnénk el azt a szintet, ami 2013-ban volt. Egy friss felmérés szerint Ukrajna jelenleg a legszegényebb európai országok egyike. A listán az ukrán államot csak Moldova előzte meg, ahol 105 dollár a minimálbér, míg Ukrajnában ez az összeg 120 dollár. A kutatás szerint az ukránok a minimálbérük 36%-át élelmiszerre költik. Ezzel szemben az Európai Unióban ez az arány 12%-ot tesz ki. Kiderül az is, hogy az ukránok számára az üdülés nem számít prioritásnak. Havi jövedelmük mindössze 1,5%-át szánják erre a célra. Azonban a ruhavásárlással felülmúlták egész Európát. Fizetésük 5,7%-át költik öltözködésre. Az egyértelmű, hogy az átlagkereslet Ukrajnában, illetve az élelmiszer árak, azok nem igazán fedik egymást, illetve nincsenek összhangban. De én úgy gondolom, hogy egy másik szemszögből is meg kellene nézni ezt a dolgot, mégpedig azt, hogy az európai városok vásárlási szokásai teljesen eltérnek az ukrán vásárlási szokásoktól. Nem kell messzire mennünk, elég, ha megnézzük mondjuk egy magyarországi átlag kereslettel rendelkező család húsvéti asztalát, illetve egy ukránét. Hát nem hiszem, hogy egy minden második magyar családban ott van a kaviár az asztalon, ellentétben az ukrán családokkal. Ukrajna tehát ebből a szempontból az ellentmondások országa. Ha például megvendégelésről van szó, akkor jellemző, hogy az emberek még a legnagyobb mély szegénységben is kitesznek magukért. Viszont a hétköznapokhoz hozzátartozik az a kellemetlen tudat is, hogy immáron 9 millióan dolgoznak külföldön, családok vannak ezáltal szétszakítva. Valójában pedig már azt sem lehet tudni, hogy az egykoron 52 milliós országból hányan élnek otthon, népszámlálást ugyanis 16 éve nem tartottak. Újabban elhalasztották 2020-ra. Ennek gazdasági okai vannak, hiszen pénzügyi kiadásokat igényel az, hogy le tudják bonyolítani ezt a cenzuszt. Ukrajna lakossága a becslések szerint már csak 45 milliósra tehető. Ebből a számból kell kivonni a további 9 milliós külföldi munkavállalót, ami már csak 36 millió embert jelent. Az ENSZ előrejelzése szerint, ha a helyzet romlik, akkor az elkövetkező 30 évben 31 millió főre csökkenhet Ukrajna tényleges lakosságának a száma. A kivándorlás miatt az ország már most is évi több mint 160 ezer lakost veszít.